Kovács Miklósnéval, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatójával arról beszélgetünk, hogyan is várják most a leendő elsősöket, hogyan tudják tartani a kapcsolatot velük. Bár a jelenlegi járványügyi helyzet nem engedte meg, hogy személyesen találkozzanak az elsősökkel, de már tanév elejétől foglalkoznak az internet segítségével zárt Facebook csoportban, ahová a jövőbeli kis fecskék bejelentkeztek szüleik segítségével, és ott kapnak feladatokat a gyerekek, a szülők pedig segítséget a beiskolázáshoz. Nagy szeretettel várjuk az elsősöket, bár a jelenlegi járványügyi helyzet nem engedte meg azt, hogy személyesen találkozzunk a kis elsősökkel, de természetesen mi erre már évelejétől kezdve készültünk, és amikor végképp arra kellett döntenünk, hogy nem találkozunk velük személyesen, akkor felköltöztünk az internetre, és ott egy zárt Facebook csoport jött létre, ahová a kis fecskéink, jövendőbeli kis fecskéink bejelentkeztek a szüleik segítségével, és három kolléganőm kezeli ezt a Facebook csoportot, ők fogadják a visszajelzéseket, hiszen három hetente jelennek meg feladatsorok a gyerekek számára, de nem csak a gyerekek számára, hanem természetesen igyekszünk a szülőknek is segítséget nyújtani a beiskolázáshoz. Nagyon sok munka érkezik vissza a gyerekektől a szülők segítségével. Kézműves munkákat készítenek, verseket tanulnak, és azokat mondják el. Kézműves munkákat készítenek a gyerekek, verseket tanulnak, és azokat mondják el. Nemrégiben volt a farsang például, akkor farsangi jelmezeket öltöttek a gyerekek, farsangi versikéket tanultak meg, és ezeket küldték vissza a szülők segítségével. A fecske csoport az utolsó feladatsort kapta meg, és ha úgy alakul a járványügyi helyzet, személyesen is találkozhatnak még a beiratkozás előtt az óvodásokkal. Lassan már a vége felé közeledik a fecske csoportnak a működése, hiszen az utolsó feladatsor került fel nemrégiben a Facebookra, és még ezzel lehet dolgozni a gyerekeknek. Reménykedünk, és hát hogyha úgy alakul a járványügyi helyzet, hogy személyesen is találkozhatunk a beiratkozás előtt, hiszen a jövő hónapban itt lesz a beiratkozásnak az ideje. Nemrégen jelent meg a kormányrendelet, illetve a fenntartótól is éppen ma kaptuk meg a tájékoztató levelet, hogy hogyan kell lebonyolítani ebben a járványügyi helyzetben a beiratkozást. A beiratkozást április 15-ére, 16-ára írta ki a minisztérium. A módjáról is hamarosan tájékoztatják az érintetteket az iskola honlapján, Facebookján, és az épületeik bejárati ajtóira is kiteszik majd a részletes felhívást. Április 15-ére és 16-ára írta ki az minisztérium a beiratkozásnak az időpontját, mi is igyekszünk ehhez ragaszkodni, bár természetesen lehetőséget biztosítottak arra is, hogy online történjen meg a beiratkozás, a tavalyihoz hasonlóan. Még nem döntöttük el itt iskolai szinten, hogy melyiket választjuk, de hamarosan megjelenik a hirdető felületeinken, az iskolának a honlapján, ahol részletesen lehet majd tájékozódni a beiratkozásnak a lehetőségéről, illetve az iskolának a Facebookján, valamint a hagyományos helyeken az iskolának a bejárati ajtajaira is ki fogjuk tenni a beiratkozásnak a felhívását. Terveik szerint két első osztályt indítanak. Két nagyon gyakorlott tanítónő, Dicsei Erzsébet és Szabó Edit lesz az osztályfőnök, a napközis tanító pedig Miklósi Krisztián lesz.